Szevasztok, szevasztok! Milyen jó az a technika. Elájulás. Na, hívjuk be a Szabó Győző barátunk a gyerekek. Itt is van. Várjál. Itt van. Na. Szevasztok mindenkinek. Majd közben kérdezhettek természetesen. Na, szevasz! Hello, hello! Ciao! Hello. Jól nézel ki. Hol vagy most? Kicsit szakadozol. Az Tényleg? öltözőben, a színházamban, képzeld, a teljes színházban, igen. De most jó, most már hallak szépen. És mit fogsz játszani? Várjál, kicsit kinyitom az ajtót, hogy a router az jobban dolgozzon. Jó. Valójában te vagy akinek a kisebb a vétele szerintem, de jó, itt vagyok. Itt nekem vagyok. Most három. A rövid a Pórász című előadást fogjuk játszani. Ez Kelemen Józsi rendezésében. Mennyire szereztem még játszani így, ilyen, de most komolyan, hogy most, mert ilyen így, nap a hogy most, csütörtök, hogy így, hogy csütörtök most a este. többiek hallják a folyosón, hogy éppen mit fogok mondani? Hát de nem, most komolyan, tök mindegy. Hát nem, most tök mindegy. Én Úgy, nagyon mondja, szeretem, most... én nagyon szeretem. Ezt a részét nem szeretem, mikor várok a szerepre, de amikor belépek a színpadra, abban a pillanatban, már megváltozik körülöttem minden. Teljesen új töltetet kap az egész, csak azt mondom, na most már hadd szóljon, menjen. De szeretsz ott lenni egy ilyen öltözőben jobban, mint amikor mondjuk forgatsz, vagy tehát azért most már ilyen éttermet is csináltál te, akkor tehát egy különleges úton, most nem egy ilyen interjút akarok készíteni, kicsit most úgy mondom, Világos, különleges értem. úton keveredtél a színházba, de így szereted még azt csinálni, hogy ott vagy egy ilyen öltözőbe, és azt ott így készülsz az előadásra, és akkor megint, és akkor holnap is, és holnap után, és minden nap így, mint egy ilyen gyárba így játszani, itt azt szereted? Jobban, mint Figyelj, mondjuk csak forgatni? jobban szeretnénk most ott ülni, ahol te, ha Hát itt ez tartunk. az, hát ez, na ez, na ez. Figyelj, imádom ezt azért csinálni, ezt hülyeség lenne azt mondani, nem. Hát persze. Ez a műfaj, ez is tetszik. Fogom, beülök, várok a szerepre, kicsit készülök, ott lélegzem együtt a nézőkkel. Nekem vannak olyan pillanataim, amikor picit improzhatok. Én ezt bírom egyébként. Az tény, hogy most már nem olyan lendülettel, mint régen. Azért most, ha többet forgatnék, és valljuk be a frankot, azért egy forgatásban több a lóvé is. Hát én ezt akartam mondani, hogy jobban is fizet. Tehát, hogy azért pont most beszéltem a... Most nem akarom kiadni, úgyhogy nem mondom el kivel. Egy ismered, mert nem hatalmazott fel, egy színész barátunkkal, aki most benne lesz ilyen valami opera rendezésbe. De mint színész benne lesz. És azt mondja, hogy az operások, opera énekesek, most nem biztos, hogy ez teljesen így működik, amit ő mondott, de hogy 450 ezeret kapnak per előadás, és így ők is majd ennyit fognak kapni, de keveset játsszák. Tehát mit tudom én, lejátsszák 4-et, 5-öt, 6-ot, után lehet, hogy hónapokig nem lesz semmi munkája. De mégis az van, ugye ez most az emberek azt gondolják, hogy mi úristen, de jól keresünk, és most is mondom, hogy egy előadásra ennyi, aztán utána az emberek nem gondolják azt, hogy lehet, hogy utána fél évig nincsen semmi bevétele, tehát hogy ezt be kell osztani. De mondjuk jobb lenne úgy játszani így 25-öket, 20-akat, 30-akat, nem, hogyha ilyen gázsi lenne. Figyelj, Mint nem a színházban élünk meg, vagy én sem Nem, abban élek meg. nem, De nem. figyelj, én játszom most is egy opera előadásban, és való igaz, hogy egy előadásért megkapom az itteni szinte havi fixemet. Hát igen. Tehát operában elég jó pénz van. Sajnos az opera színdar, opera darabokban kevés prózai szerepi adott. Igen. Többek között itt van mondjuk a Denevérben a Frosch, vagy mondjuk a Mozartnak a Szöktet, és a Szerejában ott van a Szelim, akinek Igen. nincsen, aki, és amelyen Szelim vagyok, én nagyon jó Szelim basson, ez egy tök jó szerep, és tényleg, tényleg jó érzés kitölteni a számlatömböt is. Tehát, Te szerinted egy jó színész vagy? Vagy csak egy ilyen különleges ember, aki egy ilyen, mert hát nem egy ilyen alapszínész alkat, és egy ilyen iszonyú izgalmas foltja ennek az egész magyar, meg akár ilyen világi arcoknak. Tehát én tök jó arc vagy, meg nem tudom, én nagyon izgalmas, nagyon különleges, de mondjuk az a fajta ilyen klasszik színész, hogy ilyet is el tudsz, ez olyat is el tudsz játszani, igazi, komoly, jó színésznek tartod magad, vagy minek tartod így magad, amikor még otthon üldögélsz, borozgatsz? Nem tudom, hogy egy jó színész vagyok, egy Figyelj, egyáltalán színész vagyok-e? figyelj, Vagy egy életművész, tehát egy nagyon komoly életművész vagy azért. az lehet, igen, figyelj, a színészetet csak annyi, hogy ezt mondják meg inkább mások helyettem, de nem tartom magam egy különleges, hogy egyébként egy jó színésznek. Ha valaki megkérdezi, hogy szoktam a Redes Juditnak viccesen mondani, hogy figyelj, egy viszonylag jó grafikus vagyok, egy csapnivaló színész, viszont kibaszott jól vezettek autót.
Nem vagy csapnivaló. Ne, mondtad, hogy egyszer mondtad, hogy ahhoz értesz a legjobban a kocsi vezetéshez, az lehet, de egyáltalán nem vagy csapnivaló színész. Azért ne hülyeskedj. Tehát azért csapnivaló nem vagy. Ne hülyeskedj. Figyelj, én hobbista vagyok, és nem vagyok csapnivaló, akkor jó, de... Nem vagy jó, csapnivaló. Ez a poén igen. része. Jó, igen, de, igen, igen. De figyelj, felnézek most is magyar velem korombeli, vagy korombeli színészekre, van, akik tényleg olyan szinten meg tudnak oldani szerepeket, és csinálják, hogy oda vagyok érte, és tudom, hogy pont nem leszek soha olyan jó színész, mint ők. Bármilyen... Igazából feladatot nem kaptam még életemben olyan nagyot. Hát ez azt az, kell, hogy igen, mondjam, hogy, igen. Hogy most hülyén hangzik, de... Kivéve az Idiótába, amikor Máté Gábor rendezte igen. Idiótába, ott milyen jó nagy szereped volt, ott egy komoly szerepet volt ott. Figyelj, nem mondja, ott hátul nem a második felvonás. Ja. Figyelj, igen, de én nem feltétlenül egy szerepet, arra gondolok, hogy mert azért filmekben azért már jó sokat forgattam. Persze. Meg, de hogy valahogy mindig az alkatommal passzítanak össze is. Például ez a Mi kis falunk című sorozat, ami a tévében van, ezt azért Éri. Szerettem, mert abban egy idióta, ostoba, buta rendőrt kell játszani. Az nagyon jól csinálod. Végre, és nem egy ilyen macsó, alfaim, stb. És nem mernek, azt gondolom, nem mernek ellenosztani az emberek. Nekem volt egy film, a Balra a nap nyugszik, az ott a címe. Az nagyon jó film volt. Amely vak fiút játszom, tudom. Aki megvakul. Na, az volt, zseniális voltál, abba győző. Abba zseniális volt, akkor még nem is ismertük egymást, abba zseniális voltál. Az olyan szép film egyébként, és olyan szépen nagyon érzékenyen szép. Csináltad azt. Az egy régi film nagyon. Na, és erre gondoltam, hogy nem kaptam még feladatot valójában. Nekem tudod, mi ilyen? Amikor a Gotár Péternél az életem első, neked is az életed első filmjei között volt az, azt hiszem, ha nem tudom. Én nekem a legelső film, amikor színműs másodikos voltam, vagy harmadikos, a Gotár rendezte a Magyar Szépséget, és igen, ott tudom. Engem kért föl, hogy játsszak el egy ilyen egy beteg, autista fiút. Igen, és igen, néztem, igen, hogy igen. Még ilyen furán is volt, hogy már én most komolyan én, és hogy olyan szépen érzékenyen látta meg azt, hogy milyen is vagyok belül, és ez olyan nagyon izgalmas, hogy ott játszani. Figyelj, egyébként vannak olyan színészek, akik pont azért, mert majd nehezen adják oda nekik, mert például nekem lett volna egy film, és most én nem mondom a kollégát, akivel okay. játszottam volna, és azért nem lett a film, mert a kollega az, ő hogy mondja, nehezményezte azt a karaktert, amit ő kapott. Egy film lett volna, amiben én lettem volna úgymond a nyerő a párosban, és ő lett volna az Unterman, ő lett volna az idióta, a bolond, a dirigens, igen. Alájátszó, viszont az volt a sokkal hálásabb szerep, hát és nem vállalta el a szerepet, nem akartam, mert hogy ő neki ez nem passzol össze a személyiségével. A rendező pedig csak így akarta megcsinálni, meg olyan boldog lettem volna, hogyha éjjátszottam volna azt a lúzert. Igen. És ez a film így... Az milyen jó lett volna, hogy egyszer ilyen lúzert játszottam volna. Igen. Igen. De ez is jó lett volna, ha ő játszotta volna. Igen. És azt képzeld el, hogy egy igazi hülye gyereket, csak annyira nem fér bele az imidzsébe, és azt én sose értettem meg, hogy én mindig annak örültem volna, hogy egy idiótát, akár egy vakfiút, akár egy nehéz szerepet megcsinálja. Nekem az mindig, és itt, hogy a milyen szint az ember, és mennyire tudja megoldani, az más kérdés. Szerintem mondják meg mások. Ez egy igen. jó kérdés, hogy milyen ember vagyok. Jó ember vagyok, rossz ember vagyok, önző vagyok, paraszt vagyok. Igen. Hát, nem, azt mondja meg más. Mondja. Én szerintem nem vagyok egy rossz fejcsávó, de ez mondjuk. És figyelj, most még aztán mindjárt szevasztok mindenkinek. Na ez az izé, az a színházi hívó. Színházi igen. hívó, csak hogy az embereknek mondjuk, hogy tudják, hogy mi ez. Látom, hogy írtok kérdéseket, majd mindjárt fogjuk olvasni, csak még egy picit hagyd dumáljak a győzővel, hogy mondtál egy ilyet, hogy mindig ilyen macsó szerepeket, meg alfa hím, meg nem tudom. Te ilyen macsó vagy? Macsó? Alfa hím vagy? Kérdezd meg azokat, akik már láttok sírni. Érted? Tehát, hogy nem. Szerintem nem. De miért a macsó alfa hím az nem sír? Azt mondják, hogy nem. Aha. Vagy elbújik, vagy elmegy valahova. Egyébként érdekes, hogy a természetben is így történnek, amikor valami baja van egy ilyen a főfarkas, az nem nagyon mutatja. Ha kell, akkor elvonul az erdőbe, azt ott kiadja magából. Én is inkább ilyen vagyok, de figyelj, most ilyen, itt teremtette Úristen. Én is tettem érte, azért edzettem, sportoltam, főleg, ha ki vagyok patintva, akkor tényleg jól nézek ki, nem azért mondom, főleg így igen. 50 felé. Igen. Tök jó sokat megcsináltam, a világot 4-szer körbeutaztam, így baszott sok nőm volt, most kérlek, tényleg.
Igen. Egész addig még nem találkoztam most tényleg a Judittal is. Juditta. És tényleg, szóval, haver, én azt hiszem, hogy, vagy vagány, azt hiszem, hogy így elmondhatjuk, hogy az vagyok, de én csak csinálom az életet úgy, ahogy élem. Semmit nem teszek plusz hozzá. Valamikor szeretek fölöltözni, egy jó inget fölvenni. Mi az, amit legjobban, hát most lehet, hogy nem ide tartozik, de majd nézzük meg, mi az, amit legjobban bánsz mondjuk, ami legelsőre jön, amit kurvára megbántál, amit azt mondjuk tényleg nagyon bánod az életedben, hogy azt csináltad. Életemben egyszer adtam fogadásból egy pofont egy embernek, kollégiumi évek, ja. Azt a mai napig bánom. De mert én nem ilyen típus vagyok. Ugye, és soha nem bántottam senkit. Azt elhiszem. Soha. Nem, de emlékszel, amikor a katona, hallod, emlékszel, amikor a katona büféjébe, 2001-ben, hajnal 3:40-kor, félmeztelenül boxoltunk, miközben ott volt a Rezes Judit, meg az Adél. Adjátok már abba! Igen, de viccből, mi meg is szép. Persze, hát széjjel vettük egymást, de milyen jó. Nagyon jó. Ezek nagyon jó. A férfias sportok, te holnap is lesz boxedzésem nálam. Tehát igen. Én imádom abszolút, de az, hogy ilyen direkt bántsak valakit, egy reflexből már sajnos a Misinél elpattant egy pofon, és azt utána én bögtem, nem a gyerek, de ő is. De figyelj, sem állatot, sem embert nem bántok. Pacifistabb vagyok. Nem szeretem. Igen, nagyon jó lelked van. Amúgy. Ezt nem. És ha emlékszem, Kukkernek hívták a srácot, éjszaka fölkeltettem, és egy kurva pofont adtam neki. Csak azért, hogy megnyitassam. Mindig azt szoktam mondani, hogy ki milyen típus. Tehát mit tudom, te olyan típus vagy, hogy mit tudom, egy ilyen baseball ütővel, tiszta erőből így háton vernének. Gír! Akkor körülbelül annyira, hogy mi a faszom ez? Körülbelül is így lepattannak. Tehát az a pofon, amit te adtál annak a gyereknek, szerintem beépült a falba. Figyelj, tényleg, hogy azért sokat bírok meg. Most is, ha edzem hát egy fiatalokkal. Vagy. Hát igazából nem is nagyon mondják. Figyelsz azért. Nagyon sokszor nem figyelsz az egészségedre, szerintem, és azért toltad ezerrel, és soha semmi bajod igazából nem volt, semmilyen szempontból. Tehát soha nem voltam beteg. Nem nagyon. Egyszer, hát majd egyszer tudod, mi van. Egyszer majd felborulok, azt mondják. Hát, hogy pont az ilyen típusnak. Igen, igen. Aki felborul. De például, figyelj, én már leestem 8-10 méter magastól, fölálltam, jó, hogy jégágyban vittek el, és akkor megkérdezte az orvos, miután megcsinálták a belgyógyászati vizsgálatokat, meg a röntgent, hogy győzöm magának, hány élete van. Úgyhogy mondtam, mint a macskáknak, tudod, 7 élete van, de hogy ugye, ha valamit félek valójában, az az, hogy tényleg az ilyen típusú ember szokott, mint a Balikó, de mondjuk, hogy sokat is piált mondjuk, de hogy annak kollégák, akik is sokat piálnak. De hogy én attól félek, hogy az ilyen típus szokott felborulni, tudod, egyszer csak. Azt nem szeretném. Egyszer fel fog borulni, meg te is, de nem, azért még várjunk ezzel. Te mennyit iszol most? Egy sört este. Nem mondod, hogy egyet iszol? De. Ugye 3 hónapja nem piálok, elmentem egy lébőt kurára egy hétre. Ja, tényleg? Igen. Ahol a Bán Bálint is volt. Igen, de én előtte azért ezt tudjuk, és ezt több bevállalom, hogy én azért úgy megiszom egy üveg bort, vagy kettőt, hogy így beszélgettek veled, mint most. Igen, igen. Semmi. Nincs, igen. Nem vagyok másnap, most nem fáj a fejem. Igen. És most 12 kiló le is ment ezáltal, hogy nem olyan piálok, meg sportolok. Viszont most így úgy kedvel van, hogy este úgy meginni, de egy kis doboz sört, vagy mondjuk egy pohár vörös bort, vagy legyen akár kettő, de nincs ez az őrült piálás. Igen. De volt. Figyelj, azt kérdezi, most egy pár kérdés. És ott sem bántottam meg senkit. Igen. Mi a legnagyobb célotok? Hagyja. Igen, mi a legnagyobb célotok a karrieretekben? Jó. Még egyszer? Mi most a legnagyobb célotok a karrieretekben? Ja. Figyelj, hát nem tudom. Nem, valamilyen jó kis olyan sorozatba bekerülni, mondjuk ami a Netflix-en vagy az HBO-ra fölmegy, mondjuk valami ilyesmi. Igen. Nekem is... A színészetben ez, talán. Nekem is valami külföldi
nagyobb produkció, vagy akár egy magyar nagyobb produkció, akár olyasmi, mint mondjuk a Valami Amerika, vagy a Szabadságszerelem, tehát valami nagy, komoly, akár magyar film, vagy egy nagy, komoly, Aha. külföldi, tehát valami ilyesmi. Mond? Én nem vágyom külföldi produkcióba. Hát de te nem is tudsz semmilyen nyelvet, hát nem tudsz angolul, hát hogy vándál? Vagy tudsz annyira? Nem tudsz annyira. Nem Vagy tudok tudsz? gitározni sem, meg lovagolni sem, de azért ültem már lovon. Figyelj, annyira Na jó, tudok de ennek azért a... az más, hát azért az azért, hidd el. Annyira tudok angolul, hogy a szövegkönyvet el tudnám mondani, akkor De nem. Tehát olyan tényleg? konyha Jó, hát nyelven hogyha mondjuk beszélek. lehet, mondjuk, hogyha izével lehet mondani, mondjuk akcentussal tökre lehet, akkor mondjuk igen, akkor el tudnád tolni. Hát Akkor máshogy nem. lazán. Nálad nem érzik az akcentust Amerikában? De. De hogy figyelj, nem sok színész mondhatja el egyébként, hogy beszél úgy angolul, szinte anyanyelvi szinten, de meg tudnék csinálni egy szerepet akcentussal természetesen. Igen. Na figyelj! Várjál! De nem azért nem Mi? vágyom külföldi produkcióba, mert nem beszélek nyelveket, hanem mert nem Aha. akarok. Mi nem akarsz? És mi nem akarsz? Nekem mi nem, én tudom, hogy nekem ez itt sokkal jobb ez itt így. Figyelj, van egy Minek? érdekes, erre kíváncsi vagyok, ez tök jó Ne, kérdés. nem a Figyelj! határaimat tologatom ki. Na. Szinkron szereted? Nagyon szeretem. Képzeld el, hogy Tényleg szereted most a szinkront? éppen egy szinkron castingot imádok. Imádok. Imádok szinkronizálni. De főleg ilyen rajzszerekben, mert akkor a Misi-nak, van egy lenyomat, amit a gyerekeim is Pépuszba megjegyeznek, vagy megnéznek. Hát én nagyon sok Disney-be szinkronizáltam ám. Nagyon. De hogy nagyon Tényleg? szeretem. És most éppen a Disney ugye Channel jön Magyarországra, és nagyon sok produkcióba castingolnak, és most voltam három castingon, már ilyen is van, és hát mind a hármat megkaptam. Engem a holnapra hívtak pont egy szinkron castingra. De Istenem, nem tudom, nem én, szereted? hát amikor van egy ilyen nagy mozifilm, és ott mondjuk, amikor csináltam egy, két, három, öt főszerepet, tizet, nem tudom, max annyit csináltam, de max tizet csináltam ilyen nagy mozifilmbe, az úgy mondjuk jó, de az, hogy ott bennülni egy ilyen szinkron hangstúdióba, és tudod egyik helyről menni a másikra, és különböző Nem, ilyen azt nem. béna izéket Azt nem. csinálni, az, pfú, és Hál' ott Istennek. nyomni, nyomni, mint a gép, ezt én már nem csinálom 1000 éve, tehát azt nem. Ugye, hál' Istennek engem csak ki nagyon spéci dolgokra találnak, mert én évente ötször megyek szinkronba, akkor viszont jó. Az előbb láttam egy mondatot, aki írta, egy kedves nézőnk, hallgatom. Ice Cube, de hangja nem is lenne nélkülem. Én, ha Ice Cube nem forgatna, akkor én nem szinkronizálnék. Tehát, hogy volt olyan, hogy én csak Ice Cube-okat csináltam. És ez jó meglátás. Most viszont lesz majd az Énekeinek a második része, és abban egy kurva jó szerepet megkaptam. Meg ha minden igaz, a De jó vagy. Szörnyertének van egy sorozat, és akkor abban... Hát De figyelj, jó. Gesztesi Karcsi már nem tudja csinálni. Sajnos. Figyelj, van egy jó kérdés. Te győző, te félsz a haláltól? Mennyire vagy spirituális beállítottságú? Nagyon spirituális vagyok. Hiszem, hogy mennek tovább a dolgok. De most annyira jó itt lenni, hogy így attól félek, hogy ennek most a darabig ne legyen még, csak annyi talán, ami félelem van bennem, de a haláltól magától nem félek. Tényleg? Ha valaki Mond, mond, föltenni a mond. kérdést, hogy mit szeretnék jobban, és ezt én is fölteszem neked, Iván, hogy mit szeretnél tudni, azt, hogy mikor halsz meg, vagy hogy miben? Akkor te mit választanál? Egyik se annyira érdekel. Nem nagyon. Egyik se jó. De érdekel, most nem akarom, mert most... Azt, hogy mikor azt nem, azt, hogy miben, akkor már inkább. De akkor már Hát még lehet nem, bármit. nem. Figyelj, nem tudom, ez olyan jó most itt minden, hogy ez kurvára Jó. nem hajnám itt És ennyi, de... figyelj, ha már hogy csak mondtad, hogy mennyire volt jó, meg mentom, meg hogy a halál, itt a pandémia alatt nem féltél, hogy elkapod, vagy elkaptad, vagy nem tudom, tehát itt nem érintett meg, hogy Nem basszus, ez lesz Úristen. az én utam. Nem ez az én sorsom. De féltél, oké, okay, de Nem, féltél? nem, Nem, nem. semennyire, Ha nulla. én felülök egy repülőgépre, akkor pontosan tudom, hogy nem létezik, hogy én lezvonjak egy repülőgéppel. Nem lehet. Az nem lehet, hogy az én utam. Nem lehet. Egyszer majd... Hát de egyszer lesz a te utad, amiben egyszer csak meghalsz, azt fogod érezni? Azt éppenséggel nem tudom. Azt mondom, hogy váratlanul fog a dolog megtörténni, de nem hiszem, hogy egy repülőgép, vagy egy ostoba vírus, egy faszopó vírus. Nem. Hát nem hiszem. Nem. Nem. De nem tudom, mi lesz. Én szerintem ez lesz, hogy felborulok.
Szerintem egyszer fölborulok. Az lehet. Arra Igen. vigyázz. Arra vigyázz. Arra Figyelj, vigyázok. színészeknél mennyire számít, hogy tudnak, vagy nem tudnak énekelni? Hát... Hát figyelj, attól függ. Hát egy művészszínházban egyre kevesebb ember tud egyébként. Most már sokkal inkább lényeg, hogy az ember hogy néz ki, mi a fizimiska, mi a tehetség. Régen, ugye te is tudod pontosan, régen a színészek a főiskolán, én nem tudom, mert nem jártam, jártak lovagolni, vívni, néptáncolni, énekelni, stb. Ma már nem csinálnak semmit, ma már nem, Hát igen. ez már nincs. Csönk semmi. Hát ami Hát figyelj, hát attól ilyesmit nem. egyébként azt mondanám, hogy nyilván akkor függ, hogy tudsz-e énekelni, hogyha van egy zenés szerep. Tehát, hogy kell egy énekes szerep, akkor fontos, hogy tudsz-e énekelni, mert ha nem tudsz énekelni, akkor nem fogod valószínűleg megkapni. Akkor is megkaphatod, mert mondjuk valaki más énekel helyetted, de valószínűleg akkor nem fogod megkapni. Tehát, hogyha bármilyen, akár egy musicalbe, musical filmbe, vagy egy olyan szerepre pályázol, vagy pályáznál, ahol kell énekelni, a szerep miatt, vagy az előadás, bármi műfaja miatt, akkor nyilván fontos, hogy tudsz énekelni. Amúgy meg... Amúgy nem válogatnak egyrészt többet, de figyelj, én játszottam egy csomó előadásban, ahol kellett énekelni. Többek között Bicska Maxi is voltam a Kordos Operában, álomutazó, gyerekelőadások. De érdekes volt egyébként, hogy én azt hittem, hogy tudok énekelni, az egyik öltöztető egy ilyen stábból intód, amikor vége van, azt lehet intálni, akkor elárulta, hogy nem. hozzá is volt. Aki azt mondta, hogy csak ne énekelj, bazd meg, csak ne énekelj. Azt mondta, hogy segített elárulni, hogy nem segített. Tudsz. Nem tudom. De én szerintem valamilyen tudod, de tényleg nem vagyok képzett énekes. Igen. Azt győző, is átjátszom valahogy. Győző, neked van színész példaképed? Egy ilyen kérdés jött. Élő? Nem tudom. Ugye, nem nagyon, nincs. Ki a top nincs, 5 magyar figyelj, színész? Én... Top 5 magyar színész. Fekete Tibi. Én is őt mondtam a múltkor a Tominak. Igen? Hát most sokat kell gondolkodnom. Azért nehéz, ugye? Nagyon sok fajta féle színészek vannak. Igen. Na de mondjad. Az Ervint is jó színésznek tartom. Nagy Zsoltot jó színésznek tartom. Nem tudom. Nem tudom. Szerintem Molnár Áront is jó színésznek tartom. Lengyelt, amit is jó színésznek tartom. Figyelj, nincsenek már ma, bölények már nincsenek. Szerintem. Nincsenek olyan színészek, akik azt mondjuk, passz meg. A kis Vidnyászkit is nagyon jó színésznek tartok. Ő nagyon jó. Igen, ő jó. Ő de jó. Hogy... Hajdukkareszt ismered? Hajdukkareszt. Hogyne, a katonában volt ő is. Őt is jó színésznek tartom. Az nagyon jó. Figyelj, jó, de most nincs egy ilyen hullám, ami azt mondanám, hogy jön. Ezekből lesznek, amikor majd ezek meghalnak, vagy idősek lesznek, akkor ezek válnak azzá. Én abban hiszek talán, hogy majd rólunk is lesz egy-két jó sztori, de... Hát ez az. Figyelj, én nem vagyok már olyan, múltkor Básti Júlival beszélgettem róla, olyan sztorik vannak, hogy tudod, hát őnek tekintélye volt neki. Ők végigjárták a ranglét, tehát őket mai nap is tekintélyen kezelik, hogy nem lehet csak beszólni nekik, egy almondnak se lehet. Almond azért bírt engem annól a katonában, mert egyszer visszaszóltam neki, hogy tudod, mert valójában nekem volt igazam, tehát én is a bajnok vagyok ebben, tudod, ahogy te is. Tehát, hogy az igazság bajnoka. Igen, de szeretjük megmondani, hogy azért mégiscsak nem úgy van ám az, de ha már itt tartunk, én így lettem. Ha itt tartunk, én már így lettem az, aki lettem, hogy én nem fostam be mindenkitől. Ja, hát ez nekem ugyanaz. Viszont az utat végigjártam. Tehát azért nem azt akartam, én is. Nem akartam kiharapni a desszertet rögtön az elején. Na. Hát ez igen, hogy jó állsz ki magadért, volt. Az nagyon fontos. Azt én is egy csomószor azt tanulom, folyamatosan tanultam és tanulom. Már a Zsámbékinál fölmentem a katonába, amikor egy éve voltam ott éppen, hogy friss főiskolásként, és nullákat játszottam, és felmentem, és mindenki azt vettem észre, hogy mintha félnének a büfébe, nem mennek fölmenni, és mondtam, hogy fölmentem a Zsámbékhoz, fölmentél a Zsámbékhoz. Miért nem mennék föl? Hát most, és akkor valahogy elkezdett tisztelni a Zsámbékét, és hülye gyerek fölment ott ugrálni, hogy ő játszani akar nagyobbat. Tehát miért nem menne föl, és mondaná, hogy játszani akkor nagyobb. Tehát... Én is felmentem a Zsámbékhoz, hogy játszanak nagyobb szerepet, és akkor nekem azt mondta a Zsámbék, hogy de Győző, ki fogja a kicsiket ilyen jól megcsinálni. Kurva életben. Igen, erre nem lehet itt mondani. Ja, itt az én vagyok, Fenyő Iván, ön szeret szinkronizálni, mert ritkán hallom magyar hangként, talán utoljára a Deadpool című filmben.
Mondtam, hogy annyira nem szeretek szinkronizálni, az ilyen nagyobb filmeket elvállalom, hogy olyanokra hívnak, hogy ilyen nagyobb castingokra. A Deadpoolban például vicces volt, meg jó volt, meg hasonlókat azt szeretem. Amúgy ilyen nagyon sűrűn, nagyon ilyen alap közepesebb sorozatokat, szappanoperákat, és ebből élni, szinkron stúdióba menni, és ott azt ott nem annyira De azt szeretem. tudod, hogy régen, akik ilyenek a Van-e? szinkron császárok voltak, ezek házakat, Hát az nem ilyen volt. autókat szedtek össze régen. Hát és az, de az nem Csak ilyen a volt, hogy szinkronból. próba nélkül, de nem olyan volt, hogy próba nélkül szarokat szinkronizálnak, szarul, szar minőségbe felületesen rohanva, hanem ott az egy komoly művészet volt, az egy komoly külön szinkron szakma volt, az teljesen más volt, amikor azt mondják, hogy hát a magyar szinkron, igen, hát az volt régen, akkor mi is Igen. fölnőttünk a Dallason, meg nem tudom, hát azok nagyon komoly hangok voltak, azok nagyon komoly oda volt téve, az nagyon izgalmas volt, egy lüdefünét, nem tudom, amikor a ki Balázs Péter szinkronizálta, vagy nem tudom ki, tehát hogy ezek azért Hauman is volt, meg Balázs Péter, igen. Hauman is, vagy nem tudom, vagy ahogy az Al Pacino-t, nem tudom, tehát az egy Végvári komoly dolog. Tamás, igen. Végvár, így van. Figyelj, van-e a színészeten kívül más hivatásotok? Nekem nincs. Hát te izé Ajaj. vagy. Én grafikus Hát vagyok, te igen. grafikus vagy. Figyelj, Iván, találkoztunk egyszer a Tűzoltó utcai klinikán, a kisfiam leukémiás volt akkor, 13 éve, azóta is segítesz beteg gyerekeknek? Hát sokszor jártam oda be, és nem reklámoztam, nem hírezteltem, tehát ebből pont nem csináltam úgy ilyeneket, mint a általában színészek vagy a celebek. Igen, csinálok olyan dolgokat, amiket úgy nem verek így nagy dobra. De köszönöm, hogy megemlítetted, és remélem, hogy jól van a kisfiad. Nagyon szeretem a gyerekeket. Győző, Sárvára jössz valamikor? Kérdezi Csopapa. Csőpapa. De mi, hol voltál? Izibe, a Spiritbe? Nem, sokat jártam oda, nekünk vannak rokonaim is ott, de hogy az a helyzet, hogy én Szombathelyen voltam, ugye a Jordánnál Ja, színész, és igen. akkor amikor nem volt, ott laktam, és amikor nem volt dolgom aznap, akkor rendszeresen Sárvárra jártam, úgyhogy... Ismered a Kondora Pisti bácsit, a Hogy Spiritbe? ne Ja, ismerni, jaj, ne a ismerni. Hát a szauna szauna mesteri, mester. hogy ne, Hát persze. imádom. Jártam a Figyelj, felöltéseire. Igen. igen, imádom. Igen. Győző, szeretsz kirándulni? Nagyon szeretek, főleg, hogy most ugye a Norma fa alá költöztünk, ugye talán említettem, hogy mi a Judittal most egy nagyon szép házba költöztünk, Hát valahol kerttel arra laksz, felújítottuk. valahol ott laksz arra. Egyébként itt Szerintem a van a másik szokatlan. irányba. Nem, ott laksz. Igen? Nem, ott laksz. Aha. Hát ott lakik az Akkor ott. árpa, meg ott laksz te, ott van a Akkor ott zöldséges. lakom én is. Így Igen, is van. igen. Úgy, ott lakom le. Igen, valahol Igen. ott, ahogy mutatod. Valahol ott. És A Tesco-tól nem messze, a így van. Tesco-tól kell menni. Így van. Igen. A címet is mondd be nyugodtan, Jó, persze. oké. Várj, mondom a győzőnek a számát, keresem a mobil számát. Figyelj. És ott a reggel, ha elviszem a gyereket a bölcsibe, vagy mondjuk a zsuriba a srácokat, akkor a normafán rendszeresen, nagyon szeretek. Most, ahogy megtaláltam új sportom, a box mellett, meg a futás, meg a kardió, ez a Nordic walking, nagyon szeretem. Az nagyon jó. Én meg a Vagy normafán trekking. szoktam, ott van az a húzóckodó pálya, meg tudod, az a Tudom. edzőpálya, azt imádom. Az imádom. Igen. Milyen érzés visszanézni magatokat egy filmben? Imádlak titeket. Neked milyen? Én nem nagyon szerettem visszanézni magam. Ha elmegyek a díszemutatóra, megnézem, volt, figyelj, majdnem van 2-3 mozi, amit leforgattam, amit nem láttam. Nem láttam, én nem nagyon szeretem, főleg van, akik a forgatás közben, hogy lemegy a jelenet, csak ülnek egyből, mennek a videóasszisztus, Igen. és nézik vissza magukat. Időnként hasznos egyébként, de Időnként hasznos. hasznos, hogy a kapcsolódás, hogy megnézed, mit csináltál, de nem szeretem visszanézni, nem. Én az akkor szoktam vissza, én sem úgy szeretem, megkérdezik, hogy hát mikor láttad utoljára, nem tudom melyik filmet, soha nem nézem meg. Azt, amikor be kell, vagy van a bemutató, és előtte mondjuk lejátszák, azt azért nézem meg, hogy tudjam, hogy sikerültem benne, hogy nekem hogy tetszik az, amit csináltam. Én meg vagyok elégedve, hogy a vágó, vagy a rendező pontosan azokat a tékeket tette be, amit ott megbeszéltünk, amit tetszett, amit vártam, hogy az jól kijötte az a izé. Tehát úgy nézem, hogy izgulok, hogy na jól sikerült, na elég jó lett, mi lett végül, hogy gondolják, és hogy én jó vagyok-e, megnézem, hogy én az én szememben én jó vagyok-e. Aztán utána nekem tőlem, aztán ennyi. Mit gondoltok, na ez jó, mit gondoltok a kettőtök kapcsolatáról? Átjön, hogy erős a kapocs közöttetek.
Mit gondolunk a kettőnk kapcsolatáról? Mondom akkor én, jó? Mert én vagyok Jó. a fiatalabb, és felnéztem rád, és most is felnézek rád. Tehát én elmondok egy érdekeset. Én amikor a katonába kerültem, akkor ott volt a Győző. És a Győzőt már láttam többek között ebbe a Vakos filmbe, és láttam, és akkor már híres volt a Győző. Akkor volt ez a Brigi és Bruno, vagy mi volt az? Igen. Szeretem És szépen, igen. az nagyon jó volt, az nagyon jó volt, az nagyon vicces volt, ott nagyon jó voltatok a Szonyával. És akkor a Győző egy ilyen híresség volt, és úgy, és én meg akkor színművészet is végzett iskolásként oda kerültem, nem tudom, és akkor vártam, hogy a Győző egy nagyon nagy képű lesz a sztára, nem tudom, és kurva jó fej voltál, nagyon emberi, nagyon aranyos, pont ugyanolyan, mint most, nem tudom, és ott én nekem az jött le, hogy mindenkivel közvetlen, és ott ő velem is aranyos voltál, segítőkész, kedves, és olyan, nekem nagyon jó érzés volt, hogy basszus, a Győző ilyen aranyos velem, és hogy a barátja lehetek, nem tudom, és amikor ilyen barátok lettünk, vagy egyre jobban, akkor megbeszéltük, akkor menjünk el a Rudasba, akkor elmentünk egyszer a Rudasba, elmentünk kétszer, akkor kajáljunk, nem tudom, ott a Hentesnél, tudod, a Ballánál, csak ott kajáltunk, és akkor jóba lettünk, és nekem olyan ja, megtisztelő volt, ja, megtiszteltetés volt, hogy de jó, a Győző szerett engem, meg hogy a barátja lehetek, nem tudom, nekem ilyen, és akkor utána nekem is jött ez a híresség, és akkor megint maradt úgy a barátság, és akkor úgy végig, tényleg, hogy most már 1000 éve úgy ismerjük egymást, jóba vagyunk, valamikor szorosabban vagyunk, valamikor kevésbé, most is például a múltkor mennyire jót beszéltünk telefonon ketten, az nagyon-nagyon jó volt. Az nagyon jó volt. És én nagyon szeretlek, és nagyon, nagyon jó veled. Ugye, különleges én, jó fembe van. Én is nagyon szeretlek, és tényleg ez a vagány, hello vagány, szevasz vagány, igen, ugye igen. Ez megy, oda jöttél a igen. Fiatal titán, a katonába, ott is azért időként harapós voltál, oda mondtad, megmondtad, amit te mondtál, nem rejtetted véka alá soha a véleményedet, és szerintem ez nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog. Ott is nekem is megmondtad, be is szóltál egyszer-kétszer, de egy pont elég volt, mert tényleg, de jó, ne bújj, hanem hogy jól esett, tehát azt mondtad, amit kellett, tehát, vagy amit, ami jött, tehát nem igen szoktál smúzzolni, és az ilyen embereket én bírom. Az ilyen embereket bírom, és pont ugyanaz a teljes közhelyes, hogy amikor beszélünk, akkor találkozunk, vagy röhögünk, és kész. Onnan megy tovább, ahol abba hagytuk, és ez igen. Nagyon-nagyon fontos. Igen. Győző, miért jöttél el a Petőfi Rádióból? Nagyon szerettelek hallgatni. Nagyon egyszerűen kirúgtak. De miért rúgtak ki? De miért rúgtak ki? Nem tudtak elfogadni ezt, hogy nekem van egy másik életem egyszerűen. Tehát, hogy van egy színház, van egy próba, időnként forgatok, akkor nem tudok menni. Ők egy az egybe akartak, engem akartak. 100%-ban kisajátítva, éreztem, rabszolga, nem. És akkor tudtam, hogy nem tudta, és azt mondták, hogy győzelni nem mehet, és akkor mondták, hogy csinál, mondtam, hogy akkor oké. Figyelj, te irgalmatlan sok pénzt kerestél eddig összesen életedben? Igen. Viszont mindent el is költöttem. Igen, sokat szórtál, nagyon sokat szórtál. Figyelj, én eszméletlen sok pénzt kerestem. A múltkor elkezdtem összeadni, és a felénél abba hagytam, mert elkezdtem egyre idegesebb lenni. Hogy hol van? Most, hol van? Figyelj, körbeutaztam 4-szer a földet, a világ, minden kontinensen voltam jó formán. Csak olyan kajákat ettem, amit akartam, ha kell, olyan étterembe mentem be, olyan kocsit béreltem. Azzal mentem, és oda, akivel akartam. Tehát nem. Nem lacafacáztam én ezzel egyáltalán. És rengeteg élményt szereztem Afrikában, több országban, Európát kiófoltam. Tehát nincs Amerika, Dél-Amerika, Kína, Hongkong, minden. Tehát egyszerűen körbejártam. Mikor voltál legjobban úgy a padlón, hogy mondjuk, nem tudom, túlzog, de zokogtál, és nem tudom, összetörve könyörögtél az Istenhez. Hol tart? Van még időnk? Van még egy kis időnk. Ja, persze, van, sima. Hogy zokogtál összetörve, és teljesen kész voltál. Hát leginkább a drognak az a periódusa volt, amikor már tényleg nem tudtam mit kezdeni magammal. Egyszer melegítőbe fürdetlenül hetekig bókláztam a városba, túllőttem magam, akkori feleségem azt sem tudta, hol vagyok. Tehát ez az a legmélyebb volt talán.
Legmélyebb. Nem, igen, a droggal összekötető De nincs. egyébként mi ez neked ez a, honnan jött ez a, most nem az, hogy hogy keveredtél bele, mert az oké, van egy sztori, de honnan jön ez a, hogy ez a drog, hogy az az ivás, hogy akkor most képzeld, most már csak sört iszok, tehát mi ez a falás az életnek, vagy mi ez a menekülés az élettől, vagy mi ez? Ha olyan egyszerű, hogyha iszonyatosan pörgök, hogyha egyszer nem tompítom le magamat valamivel, és most már inkább meditációkkal igyekszem ezt elintézni, akkor 3 napig mondjuk nem iszom, vagy nem cuccoztam, vagy valami, akkor katapultál az agyam a világűrbe. De az mit csinál? Az milyen? Az milyen? 1000 gondolat pörög folyamatosan. Így vagyok egy normál üzemmódban, ha egy picit fáradtam vagyok, egy kicsit be vagy baszcsizva este, és egy kicsit másnap így nem vagy a full topon, akkor vagy abban az üzemben, hogy mindent elintéztél, nem bántottál senkit, hogy mondjam, odaértél mindenhova, még jó is vagy akár a színházban, vagy bárhol, és akkor, hogyha egyszer ilyen full tisztán élem, az meg nagyon jó, az nagyon jó dolog, de akkor így egyszer csak azt hiszem észre, hogy most én mindent elintéztem, és mindig van valami, de most mit intézek még, amikor már nincs semmi dolgom. Figyelj, mi van ezzel a izével a bambú, vagy mi volt a neve ennek a... Stimbu. Mi van azzal? Bezárt a piac, de... ahol a étterem volt, nem én zártam be, hanem a piac. Igen. És most nincs. Nincs helye, ahol van. De az veszteséges volt? Vagy az nullásra jött Nullás. Ki végén? Nullás. Nullás. Sajnálod? Vagy ez is egy ilyen vállalkozás megvolt? Szeretek vendégül látni embereket a saját lakásomban, otthon, bárhol, igen. Bárhol, ahol tudok főzni, és leadni egy csodás kaját, egy vacsorát, egy ebédet, az nekem király. Szeretem elkápráztatni az embereket, akár kajával, akár színészettel, akár egy jó viccel, akár... Van olyan, amit te nem vállalnál el? Mert egy kicsit te mindent, nagyon sok mindent elvállalsz. Olyatra gondolod, olyat is, amit nem kéne talán? Hát én nem. Azt nem tudom, hogy kéne. Én, te biztos vállaltál el olyat, amit én nem vállalnék. És az nem baj, mert mások vagyunk, tehát tök mindegy, tehát nincs itt megítélés, de nem tudom, hogy kéne, nem kéne, de nekem van egy olyan képem, hogy azért te rendesen mindent, tehát nagy kanállal, nem nagy válogat, nem nagy szűrővel dolgozol, hát szóval jön munka, és egyébként lehet, hogy te csinált kurva jól. Tehát, hogy jön, minden... fölkérés megvan, csináljuk. Szeretek mindent megnézni. Tehát figyelj, én szeretek egy táncos showműsorban lenni, szeretek egy főzős showműsorban lenni, szeretek egy énekes műsorban lenni. Jó, ezek még nem is olyan izék. Igen. Nem tudom, mi az, amire gondolsz akkor. Olyan film, vagy valami? Egyszer volt egy szerep, amit meg kellett volna csinálnom egy gyereknek a vagy olyan reklámozás a bizonyos dolgoknak, amiben nem hiszel, érted? Most reklámoz olyan dolgokat, ami minek reklámozod olyan azon nincs. A pár millió... Nincs? Nincs. Hogy olyan dolognak vagy az arca, vagy olyan dolgot reklámozol, ami... Figyelj, ha már egészen pontosan tudni akarjuk, hogy miről van szó, ez a Napi Bulvár magazin, 12 éve vagyok az arca a újságnak, és amikor elvállaltam, akkor pont te voltál, aki beszóltál, hogy miért csinálom ezt. Tényleg nem tudtam. Nem igen. Emlékszem rá. Szabó Kimmel is néha olyan dolgokat mond, hogy miket mondtam, hogy nem emlékszem. Nem, majd nem mondtad, hogy győzőbb az meg azért mindennek. Oké, mondom, oké. Én ránézem. Hát lehet belőle pénzed. Kértem egy napi gondolkodási időt, aztán azt mondtam, hogy na akkor figyelj, ha másnap, akkor olyan pénz, ezt mondok egy olyan lóvét, ha már az előbb a pénzről beszéltük, amit mondjuk én nagyon soknak tartok, de hogy ez még megadható, de mégis akkor, amikor azt mondták, hogy oké, akkor most itt mondjak. És 12... De miért akkor a pénz nem, a kreatívok valahol mindent visz? Nem, én azért elnéztem, mondtam, én rálátás kérek a kreatívokra, tehát nem szeretnék jósnőt játszani, nem szeretnék stb. Tehát mondtam, hogyha már vállalom, vagy legyünk, akkor már Szabó Győző néven. És ez a Szabó Győző néven, és már összenőtt, összefort ez a Napi Bulvár újsággal, és 12 éve rengeteget nőttünk, és fejlődtünk, és összecsiszolottunk. Nem is tudnám elképzelni, hogy a éves szinten nem keresnek meg. Figyelj, biztos rólam is írtak már más újságok, még talán pont az újság is lehozott olyan cikket, amit mondtam, hogy basszus, nem kellett volna,
viccesen azt mondja az újság, hogy neked A-típusú védettséged van mostantól, mert ugye te olyan mi arcunk, de nekem nem kell, mert velem olyan nem történik, amit bárki, Igen. aki egyszer csak kiposztolhat. Téged Átlagos, szeretnek. Átlagos életet, igen, nekem nincsen besötétítve az autónak az üvege, megállok a pirosnál, a motoron, mindenki rám köszön, összekacsintunk. Persze. Amit mondtál, hogy a kezdetben közvetlen, ez a közvetlenség, ez nem kapott ki most sem. Nagyon, nagyon, nagyon közvetlen vagy, és ez nagyon-nagyon jó, ebben ezt nagyon jól csinálod. Figyelj, van itt egy kérdés. Győző, te is elvállalnál egy összezárva műsort Hajdu Péterrel, ahol Ivánt is láthattuk? Azért vállaltam el, mert láttam az Ivánt a műsorban, és hogy vállalnám el, és szerintem lesz is ebből valami. Na, megcsináljuk szerintem. Igen. Én már szívesen szerepelnék. Figyelj, tök jó az. Szerintem is jó. De Tök hogyha jó. már itt tartunk, mi az, amit csinálunk is Pitten? Például még soha életemben nem játszottam operetben. Én kurva szívesen szerepelnék egy operetben. Egy darab, egy Mágnás Miskában, vagy egy, ugye hét, azt hiszem, hét magyar nagy operett van. Valamelyikében, vagy a Cigány Prímásban, vagy a, mit tudom én, vagy a Cirkusz Hercegnőben, nem tudom, szívesen, szívesen szerepel. Vagy? Te olvasott vagy? Én nagyon sokat olvastam régen, és most is szeretek olvasni, bár egyre kevesebb időm jut erre. Nekem volt egy szerelmi bánatom, ami 8 hónapig tartott, és 8 hónapig nem mozdultam ki egy lakásból, és ebben a lakásban egy barátomnál laktam egy olyan szobában, ami faltól falig föl volt polcozva, és csak is könyvek voltak rajta, és az segített át ezen a szerelmi válságon. Ez a 88-90-ről beszélünk, 90-es évek, igen, mondjuk, hogy a létező összes könyvet elolvastam, ami a polcon volt. De jó. Igen. És szóval Iván... nagy könyveket érdemes elolvasni. Igen? Semmi, van egy kérdés, hogy Iván, hiányzik-e a mintaapák és a gyerkőcök? Hát a mintaapák nekünk, akik ott voltunk, véget ért. És ezután az embernek nyilván utána hiányzik, meg szerette, meg jobbuli volt, meg sokszor nehéz volt, meg oké, de amikor valami véget ér, akkor utána valahogy én a szakmai életemben abszolút így megyek tovább. Tehát nincs ez bennem, hogy jaj, hiányzik, talán egy év után, hanem már akkor azt leteszed, elmúlt, oké, és mész tovább. De nagyon sok, főleg az együttjátszás a többi színésze az nagyon jó volt, meg a szabad improvizálás, meg hogy ott is viccelődhettem, laza lehettem, azokat nagyon bírtam. Mi a véleményetek azokról a színészekről, akik kimentek külföldre szerencsét próbálni? Neked mi a véleményed róla? Ugye, csinálja az ember. Persze, semmit akar. Semmi. Nekem nem hiányzott egyáltalán. Én tök jó itt vagyok én. Nekem nem volt soha célom. A más kérdés, hogy kinek jött be, és kinek nem. Tehát ez szerintem úgy tűnik, hogy ez egy, én azt gondolom, hogy ez egy parttalan dolog. Átütő sikert nem ért még el szerintem közép-európai színész vagy. És én nagyon remélem, és mindig bizakodva, reménykedve adok esélyt magamban mindenkinek. Gyerekek, csináljátok. Nekem ennyi. Tök jó. Figyelj, legjobb, mondjuk 3 olyan ország, ahova elmennél legszívesebben. Olaszország bármikor. Nekem van egy városka, amit úgy hívnak, hogy Cividale. Ezeket 600 km Udinétől 17 km, ott egy csodálatos patak folyik keresztül. Hirtelen akartam mondani a mindegy, majd eszembe jut. Navone, és figyelj, ott, oda mindig. És ott van egy, az Alpok alatt van, ott lefolyik az Alpokból ez a patak, amiben ugrálok a sziklákról, meg olyan gyönyörű tiszta vize, hogy csoda, oda beugrom a vízbe, és föltöltődöm, és az egész környének olyan, szerintem egy olyan csakrája lehet a Földnek, amit kevesen ismernek, és oda, én oda haza, figyelj, oda én hazamegyek, amikor oda megyek. Az egyik, Hongkong a kedvenc városom. De komoly. Már kétszer is voltam, és nagyon. Az illik hozzá nagyon Hongkong, valahogy nem is tudom, de az nagyon illik. Hát azért, mert olyan minden, olyan a világpolgár, olyan a világi az egész. Igen, lehet. Jó. És Amsterdamot is szeretem, de Afrika megint csak lenyűgöz. Afrika is illik hozzád. Cividale del Friuli, szívesen gyere Győző. Be, figyelj, Ildik, ha ott vagy, akkor megyek. Imádom. Remélem, te is szereted. Én egyszer hazamegyek. Imádom azt a várost. Ivánnal most hogy vagytok kamarással? Ti nagy barátok voltatok, és ezt lehetett tudni. Vagyunk is. Most megint felvettük a kapcsolatot. Változó. Van úgy, hogy
Eltűnünk, visszajövünk. Volt, hogy minden nap beszéltünk telefonok, a Skype voltunk. Most egy kicsit más van, neki is megvan az élete, a barátnője, a dolgai. De ugyanolyan jobban vagyunk szerintem most is. Te sértődős vagy? Meg tudnak bántani, de nem tart sokáig. Mivel Nem. bántanak meg? Én a valótlant állítanak rólam, azt nem szeretem. Ha meghazudtolnak, azt nem szeretem. Ha rosszat feltételeznek rólam, azt nem szeretem. Ez ami, ez a, én, figyelj, én frankó vagyok, én sose, én nem szeretek kamuzni. Most komolyan. De tudom. És valaki azt mondja, hogy most itt átbasztam, vagy nem basztam át, vagy azt nem szeretem. Én nem baszok át senkit. De mindig vannak, lehetnek aspektusok, amiket az ember így úgy kezel, vagy problémák, de direktben nem okozok, igen. Nem szeretek, nem is akarok fájdalmat okozni, és megbántani, és lehúzni, és senkit. Figyelj, a Csernussal hogy vagy? Most őszintén. Most, Hát ami tudom, hogy ő nekivel, hogy hozott. vagyok? Micsoda? De most jön az, hogy kivel, hogy vagyok, és soroljuk szépen lassan minden. Mit Nem, nem, szeretnél? nem. Eszembe jutott Jól valamiért a vagyok, Csernus, jól de nem vagyok. kell Dehogy válaszolni. nem, hát jól vagyok. Hát ő mentette meg az életemet. Hát azt tudom, Tessék. na ezen kívül, hogy oké, okay, hogy izé, ezt tudjuk. De amúgy hogy Beszélünk. vagy? Tartod, beszél? Beszélünk vele is. Vele is, hogy fél évente egyszer. Pont elég. Nem Igen. vagyunk hobbitok. Az mit jelent? Ott van, mi a hobbitok? Hát nem, hát a hobbitok azok a törpék. A hobbitok azok a Mi van törpék, akik... hobbitok? Mi a hobbitok? Mi van hobbitok? Ezt inkább neked mondtam. Mi van hobbitok? Mi van hobbitok? Jó nagy hobbit vagyok egyébként. Jó, Nagyon, nagy hobbit de vagy, hogy te vagy a a nagy hobbitok hobbit... Én egy... óriása vagy. Figyelj, nekem, a hobbim nekem mi a... Nekem nincs hobbim, Nekem sincs nekem a hobbim. szakmám, tényleg a Nekem szakmám a hobbim, de nincs hogy ilyen. különösebben nincsen. Nekem sincs. Mi a horoszkópotok? Mi vagy te? Rák. 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 Én Rák vagyok. ikrek napom van. Mi a legnagyobb félelmetek? Nekem most az ugrott, Figyelj. hogy cápa, mondjuk egy ilyen csendes óceánon, most sok olyan filmet néztem a YouTube-on, hogy ilyen túlélők, meg nem tudom, és mondjuk a csendes óceánon ott hagy egy ilyen halászhajó, akivel elmenti haverokkal, nem tudom, vagy ott beleesel véletlenül, ott van rajtad egy ilyen mentő mellény, és mondjuk körülötted 400 kilométerre érte, vagy 100 kilométerekre csak a csendes Ja. óceán, és ott így, és így lebegsz, jön az éjszaka, és akkor mondjuk itt cápa. Azt mondjuk, az úgy izgalmas lenne ott megtartani a tudatosságot nekem. Nekem nem, Neked mi? nekem talán az elmúlás, talán ez az Aha. öregség. Picit. Nem fog semmit tenni ellene, tehát nem fogom fölvaratni az arcomat, meg semmit Tényleg az megfestetni. zavar? Egyszer... Zavar? Az Az öregség? öregedés? Aha. Ezek az őszakás szőrök, meg a Igen, igen. kicsit már elkezdett fettyűt lenni a test. Igen. Figyelj, még azért 10 év, van 10 év, vagy még, ami a 10 év múlva talán jobban fog zavarni, de... Aha. Ugye, nem. Most már kicsit azzal van, hogy bácsi vagyok, tudod? Bácsi leszek, ez kész, ez van. Voltam egy gyerek, vagány, macsó, amorozó. Most meg bácsi. Most már bácsi. Aztán jó, bácsi, aki jól tartja magát, a bácsi, aki kurva jókat csinál értében, a bácsi, aki mindent megcsinált, bácsi, aki meghalt, és mondja, hogy a bácsi, akinek tök jó élete volt. Vagy akkor, bácsi, kérem, csak üljön le. Nem, bácsi, menjen onnan. Bácsi, aztán üljön le, olyan legyen. Nem lesz. Olyan nem Bácsi, lesz. Maradjon csöndben. Jobbra, ott, ne. Győző bácsi, ott csöndben. Nem lesz. Olyan nem lesz. Olyan nem lesz. Ezt most mondom neked. Olyan nem lesz. Na, jó van. Hagyunk. Figyelj, igen, jó? mert nekem Jó mindjárt van, készülnöm vagány. Kell, mert 45 körül nekem színpadra kell Jó van, mennem. vagány. Nagyon örültem neked. Köszi, hogy Én is ezt neked, csináltad. nektek köszi a kérdéseket, Köszönjük a kérdéseket, nagyon édesek vagytok. Köszönjük és köszi, szépen. hogy jó Jó, fejeknek hogy tart. írtatok. Szerintem jó fejek vagyunk. Szerintem is jó fejek Így, vagyunk. hogy Pacino, vagy ide áll, De Niro. Bácsi, mint olaszul csók. Bizony, bizony. Én vagyok a bácsi. A bácsi. Nekem a Csividále, figyelj. kedvencem azért nekem mégiscsak az, hogy mi van a hobbitok? Mi van a hobbitok? Mi van a hobbitok?
Na jó van, szevasz magát, Sziasztok! jó előadás. Köszi! Ciao! Imádok Szevasz. én is! Sziasztok! Csá, csá, Szevasz! csá, 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 csá. Ciao! Hello! Ott Na, neki nektek szállni. meg csak egy gyors elköszönés. Várjál, akkor maradj itt még, ez valamit De akarok hogy kell, még ezt mondani. köszönjük! Egy perc. Jó. Hogy na, csak annyit szeretnék nektek mondani, hogy akár ide, akár máshova, ott a kommentbe alá, vagy akár nekem bármi, hogy ilyen Instagram Messengeren küldjétek el, hogy kit akarnátok hallani. Most azt hiszem, jövő héten lesz a Klem Viktor, jön aztán a Kovács Paci is, beszéltem a Szonyával is, hogy ő is jön ide, kicsit beszélgetünk színészekkel, ismert emberekkel, nem ismert emberekkel, akikkel akartok, írjatok ide nekem ötleteket, kiket akarnátok hallani, és akkor egy kicsit dumálunk velük. Na jó van, Vagány, szevasz, jó Ciao, volt, sziasztok, hello. köszönlek, csá, Ciao, 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 szevasztok, ciao. köszönöm. Hello.